Köszöntök mindenkit! Ez a videó azon célból készült, hogy már majdnem 150 nem, pontosan 147-en pedig a csatornára. Úgy döntöttem, hogy ezt a számot valamiképpen meg kell ünnepelni, ezért egy külön kiadással készültem. Ebben a videóban a Sopron Baros utcában található déli pályúdvart fogjuk meglátogatni. Míg elérünk az úti célunkhoz, addig egy pár érdekességet ismertetnék. A pályaudvart 1847. augusztus 20-án adták át a forgalomnak. A sopron bécsúj helyi vasútvonalon található. Régebben az állomás fedett peronnal rendelkezett, vagyis vonatfogadó csarnokot is építettek az utasok kényelme érdekében. Az épületet 1902-ben a déli vasút építési igazgatójának tervei alapján jelentősen átépítették, kibővítették. Az épületben régebben váróterem is működött. A Sopron-Szombathely-Nagykanizsa vasútvonalon kötlekedő vonatok is érintették a pályaudvart. A Soproni villamos egyik végállomása is volt, egészen 1900-tól 1923-ig. Ebben az időszakban az állomás jelentős forgalommal rendelkezett, de sajnos, mint számos épület, a II. világháború ideje alatt ezen állomás is károkat szenvedett a bombázások miatt így a régebbi kinézetét már sohasem nyerte vissza. 1932-ben az itt húzódó Sopron-Szombathely vasútvonalal együtt az állomása MÁV tulajdonába került, 1953-ig azonban a szombathely felé ködlekedő vonatok továbbra is a Gyesev pályaudvar érintése nélkül kötlekedtek. 1969. január 5-én már megszűnt a személyszállítás Sopron és Ágfalva között. A szombathelyi vonatok pedig a későbbiekben már a Gyesev pályaudvar érintésével kötlekettek. Mivel a Gyesev pályaudvar a belváros közepében található, ezért a szombathely felé utazó utasok fokozatosan áttértek az ottani fel- és leszállásra. A Soproni déli pályaudvar környék két található gyárakból már többet is bezártak tehát ez is súlyosan hatott az állomás utasforgalmára. Hivatalosan az utolsó személyszállító vonat 1998. május 23-án indult el a déli pályaudvarról, és 99. január 14-től a Soproni déli pályaudvar már nyílt vonalnak tekintendő állomás. Tehát utasforgalmi okból vonatok itt nem állnak meg. Azonban a vágányai közül az egykori átmenő fővágány még ma is szolgálja a sopron bécsi hely között közlekedő vonatok áthaladását. A többi pedig, mint ahogy az a felvételen is jól látszik, kocsi tárolásra van alkalmazva. Az egykori felvételi épületben az állomás megszűnését követően szórakozó hely került kialakításra. 2010-ben az épület új festés kapott, ezen kívül 2012-ben felújításra került a kossuth -Lajos utcánál lévő váltóőrtorony. A tervek szerint majd egy új egészségügyi intézmény részeként fog működni. Az Ágfalvi oldalon lévő tornyot 2014-ben elbontották, és bizonyára sokan tudnak róla, hogy egy sajnálatos esemény történt 2016. január 18-án hajnalban. Az egykori felvételi épületben működő raktár kigyulladt, ezért az épület egyik oldalszárnya megrongálódott. A tűzkárok helyreállítása azonban hamar, 2016. április és május hónapban már megtörtént. 2016. nyarán az egykori felvételi épületet sárgáról bordószínűre festették át, ez is jól látszik a felvételeken. Az állomás története röviden ennyi volt, további információk és képek a videó alatti linken érhetők el az állomásról. Továbbá beszeretném jelenteni, hogy létrehoztam egy Instagram fiókot, melynek neve a YouTube csatornám nevével megegyező, tehát Vasútmánia per minden ami vasút. Emellett az újonnan feliratkozott nézőknek mondom, hogy létrehoztam még régebben egy Facebook csoportot is, melynek címe Mentsük meg közösen vasútállomási víztornyunkat. A Facebook csoport nagyrészt a várpalotát érintő vasúti változásokkal, eseményekkel foglalkozik. Továbbá szeretném ismertetni, hogy lesz egy új weboldalam is, mely már készülőben van, de erről részleteket majd csak később közlök. Köszönöm szépen a megtekintést, és a figyelmet.